Emlékszem meg egyszer az első csókom előtt, akkor volt egy ilyen úgynevezett csókfelvezető. De ki? Lány, aki a barátnő, hívjuk Mariannak, de csak azért, mert így hívták, vele volt a tervezett csók. És nyilván látták, hogy egy jó alapanyag leszek, és nagyon jó fej volt, Katrinak hívták, a barátnőjét, és azt mondta, mielőtt a Mariannal találkozol, vegyük át. És akkor 13-14 lett, 13 és fél, pici lett. Hogy akkor fél, tudod a csókot, hogy kell? Hát, honnan tud? Hát hülyéskedj, de fogalmam sincs. Jó, és akkor nagyon, és se kérdés, odahúzta fel, és azon egy csók. És jó volt. Túlélés nem volt annyira jó. Ugye, hogy nem. Nekem borzasztó élmény volt. De te is tanítottál? Ja, azt hittem, hogy nem. Te is nem, ilyen csók felvezető. Rettegtem tőle, nagyon rá voltam görcsölve. Felcsókoló. És nagyon rossz érzés. Engem a testvérem, a legidősebb testvérem vitte el egy hölgyhöz, aki... Ja, azt hittem, hogy ővel próbáltad ki először a Tibivel, azt hittem. Nem, vitt egy olyan helyre, ahol voltak olyan hölgyek, akik... szolgáltatnak bizonyos dolgokat, némi pénzt. Vett egy csókot neked? És, hát, de kicsit többet a csók. Én emlékszem, én fiatal, 14 alatt voltam én. Nem, de ezt te találtad ki, hogy el szeretnél menni? Vagy ezt ők találták ki, de úgy jó ott lett. Ott idősebb bátyusok vannak, ezt ők kitalálják. Ők kitalálják. És ott emlékszem, hogy ott ültem, és... És ott izgultam, zavarba voltam. Nem jó volt, de olyan kényelmetlen volt. Hát az abszolút az, igen. Nem úgy, mint a nyakamban, amikor a treppelt. Hát az már más volt. Mert hogy 9 éves kor, vagy mikor mennyi volt akkor? 9 a frászt, még kisebb volt. Nem, annyi, 9 volt. 9 voltál? A nyakamba fölül, a bratyaszék, ott voltak egy koncertünk, és mondták, Attika, imád téged, és a legnagyobb állam nézett. Fölt is keleti oldal, nyugati oldalt a nyakamba reppelte, úgyhogy így tartottam nekem. Így volt.